Szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. A középszinti történelmi érettségiről fogunk pár szót váltani. Nézzük akkor a feladatokat. Az első feladat valójában egyszerű feladat, tényleg bevezető, kereszténység elterjedésével kapcsolatos a kérdés. Azt írja, hogy ebben a városban hagyomány szerint Szent Péter volt az első püspök, tudjuk, hogy Rómába. Be kell jelölni a térképen, pontosabban a térkép megadott helyeit kellett ide számként beírni. Jézus halálának az első és az első keresztény közösségek kialakulásának helyszíne ugye Jeruzsálem volt. A város nevét alapítójáról, a keresztény vallás gyakorlását engedélyező császárról kapta. Ugye Konstantinápolyról beszélünk, Nagy Konstantin császár 313-ban teszi világvallássá a Római Birodalomban a kereszténységet. Nevezze meg azt a történelmi személyt, akitől a következő idézet származik. Egy rövid levél a rómaiakhoz írt leveléből Szent Pál apostolnak. Az iszlámmal és az arab terjeszkedéssel kapcsolatos a kettes számú feladat. Három darab műből rövid idézetet olvasnak, és ezt kellett időrendileg sorba állítani. Az első idézet Martel Károlyról és a poitiers-i csatáról származik, a második idézet Omar kalifáról, aki ugye a második kalifa volt, a harmadik pedig Mohamedről. Ezt kellett időrendi, tehát a városok maga Poitiers, Jeruzsálem és Mekka, illetőleg, ha időrendi sorrendbe akarom tenni, akkor Mekka volt a legelső, ugye 622. Omar kalifa ugye már a 653-tól, ha jól emlékszem, úgy volt kalifa, illetőleg a poitiers-i csata pedig 732-től volt, ugye az már a akkori frank birodalom területén. Mátyással kapcsolatos kérdés a következő. Adnak egy részletet Mátyás levele a pápai udvarba küldött követén keresztül, és hát azt írja aláhúzott rész, hogy az egész kereszténység ügye iránti hanyagság felszólítja a pápát, valójában Mátyás, hogy tegyen valamit az iszlám terjedése a törökök foglalásaival szembe. Kérdez, hogy mire utal az a, hát erre utal, hogy a keresztény világot meg kellene védelni az iszlámtól, fontos dolog. Megkérdezi, hogy mi volt Mátyás taktikája a későbbiekben. Mátyás ugye a déli határokon inkább a védekezésre rendezkedett be, mint hogy támadott volna. Mással akart foglalkozni Mátyás, nem effektíve ezzel a dologgal. Ezek után ugye van egy olyan kérdés, hogy megpróbálták meggyőzni Mátyás követei, a cseh főurakat, hogy mégis mit tapasztalunk egy leírt idézetből. Hát én nem igazából látom ezeknek a feladatoknak még szövegértésileg sem teljes egészében az értelmét, de azt hiszem, hogy itt a kettes, az egyház tekintélye szími dolgot be kellett bekarikázni, egyébként meg hosszú a feladat. A felsoroltak közül melyik lehetett Mátyás nyugati hadjáratainak végső politikai célja? Ezt azért tudjuk, és talán úgy gondolom mindenki tudja, hogy Mátyás alapvető célja a nyugati háborúival az volt, hogy megszerezze a német-római császári koronát. Ugye, ha megszerzi a cseh királyi koronát, a cseh király az a választó fejedelmek közül az egyik, akkor úgy gondolta, hogy ő is választó fejedelem lehet, és részt vett a császár választáson, és akkor előbbre lép. Ezt meg is tudta szerezni ideiglenesen, de a császári címet nem tudta Mátyás elérni életében. A barokkról van szó a négyes kérdésben. Kapunk két templomot Rómából, és az egyik egy 16. századi, a másik egy 17. századi templom. Melyik állítás helyes a barokk templomokra? A díszes épületek ünnepélyességet sugároztak. Ez mindenféleképpen helyes. Melyik volt a térhatás növelésének az egyik jellemző eszköze a barokk templomokban? Felsoroltak közül azt kellett bekarikázni, hogy kupolát építettek, amelynek nyilásain fény áramlott be. Tehát a térhatást jelentősen megnövelte, egy nagy kupolát fölépítettek egy épületre, ezt láthatjuk az azóta megmaradt épületeken. Említettem az elején, rákérdezett, a baloldali kép, az A kép, az 16. századi, 1570 környékén épült Róma egyik érdekes temploma, a másik pedig 1650 után, tehát körülbelül gyönge 100 év van a keletkezésük között.
nevezze meg szakkifejezéssel az egyháztörténetnek azt a folyamatát, amelyel szorosan összefüggött a barokk stílus kibontakozása, ez az ellenreformáció volt, ugye Pázmány Péter is a barokk megteremtője Magyarországon, vagy hát egyik első támogatója, és ugye ő volt az ellenreformáció kialakítója, létrehozója Magyarországon. A Rákóczi szabadságharccal kapcsolatosan tesznek fel, vagy adnak három szöveget, és ezeket időrendi sorrendbe kell állítani. Az első szöveg a 1711-ből való, miután ugye letesszük a fegyverzetet, utána aláírjuk a szatmári békét, abból van, hogy Rákóczinak kegyelmet adnak. A második az 1707-ből való, tehát ez a Ónodi Országgyűlés határozata, mely szerint a királyt leteszik a trónjáról, tehát trónfosztásról van szó. A harmadik rész Rákóczi emlékirataiból való, arról szól, hogy miért vállalta le azt, hogy elkezdi ezt az egészet szervezni. Ha időrendben sorba kell raknom, akkor a harmadik, a legelső, 1703, a középső, a második, 1707 Ónodi Országgyűlés, és 1711 szatmári béke, a harmadik. Azt kérdezte, hogy mi táplálta Rákóczi reményét, hogy a szabadságharcot meg lehet indítani, az itt felsoroltak közül mindenféleképpen az, hogy több társadalmi réteg is elégedetlen volt az életével, és úgy gondolta Rákóczi, hogy a lakosságtól folyamatos támogatást kapott egy darabig, aztán utána ez a támogatás egyre kisebb lett. Nevezze meg szakkifejezéssel, hogy mi történik Ónodon. Előbb említettem, trónfosztás, ha nagyon pontosan akarok mondani ilyet, akkor azt mondanám, hogy detronizáció. Ez a kettő ugye ugyanazt jelenti. Miért nem ért második Rákóczi Ferenc a kegyelemmel? Hűségesküt kellett volna tennie, és úgy gondolta, hogy hát bizalmatlan volt mindenféleképpen a Habsburgokkal. Őt ugye már előtte is halálra ítélték, és csak nagy kilódva tudott Bécsújhelyről megmenekülni, és Lengyelországba menni, úgyhogy ő azért inkább nem szeretett volna ebbe azért részt venni így. A hatodik feladat egy kép, szövőgépeket látunk a 19. század elejéről, amelyet gőzzel hajtanak. Azt kérdezi, hogy nevezze meg a forrás által ábrázolt üzemformát. Bizony ez a gyár. Kérdezi azt, hogy mely tényezők járultak hozzá a korszak Angliájában annak az iparágnak a fejlődéséhez, amelynek egyik üzemét ábrázolja kép, textilüzemről van szó, textilgépeket látunk. Be kell karikázni két jó választ. Az egyik mindenképpen az, hogy nagy mennyiségben állt rendelkezésre alapanyag, amely részben a gyarmatokról érkezett. Egyrészt ugye bekerítések után Angliába birkát tartanak, tehát van gyapjú, másrészt nagy mennyiségű gyapotot tudnak behozni Indiából, amit fel tudnak használni a textiliparban. A másik helyes válasz az, hogy növekvő kereslet újításokra ösztönözte a vállalkozókat. Nevezze meg azt az erőgépet, amely meghajtotta a képen látható szövőgépeket, hát ez a gőzgép, tehát ebben az időszakban már használjuk. A hetedik feladat a reformkori Magyarország gazdaságával kapcsolatos, egy komplex tesztfeladat. Látunk egy térképet, majd kapunk hozzá két apró kis szövegrészt. Egyik Széchenyi István levele 1834-ből, ez már a Duna szabályozásról szól, a másik pedig Kossuthnak egy 1842-es újságcikke, ami Magyarország tengerparti összeköttetéséről próbál meg valamilyen képet festeni. Első kérdés, nevezze meg a térképvázlat segítségével azt a szorost, amelyről szól az A forrás, nyilvánvaló vaskapu, ugye ezt kellett Széchenynek megterveznie, illetőleg lebonyolítani, hogy a vaskaput meg tudják nyitni. Nevezze meg azt a várost, amelyről a B-jelű forrás szól. A B-jelű forrás arról szól, hogy ha egyszer honunk belsejét könnyű, biztos és olcsó közlekedési eszközök által a magyar tengerparttal összekötöttük, ez majd egyszer lesz, gondolja így Kossuth, hát akkor gondolom, hogy ez Pest-Budáról szól, mert az az a város, aminek a fejlődéséről itt esetleg lehet olvasni. Megkérdezi azt, hogy a forrásokban megjelenő tervezett fejlesztések, minden tervezett,
A közlekedés két újonnan megjelenő eszközével függtek össze, melyikek ezek? Hát nyilvánvaló, hogy az egyik a vasút, ami ebben az időszakban még ugye 42-ben sem volt, ugye 46-ban indul el a Budapest-Vász majd, és a Budapest-Szolnok vonal ugye 46-47-ben készül el ez a kettő, és hát a másik a gőzhajó lesz, ami aztán később évben a Dunán is aránylag elég jelentős szerepet játszott. Fogalmazza meg, mi volt a gazdasági jelentősége annak, hogy kifejezetten a forrásokban szereplő útvonalakon lendítsék fel a közlekedést és a kereskedelmet. Alapvetően az volt a gazdasági érdeke, hogy elindítsák a dunai hajózást, összeköttetésbe kerüljünk a Fekete-tenger melletti országok gazdaságával, és fejlődjön Magyarország kereskedelme, leginkább ugye itt a gabona kereskedelmünkről van szó, amit el tudtunk adni sok helyen ebben az időszakban. Fogalmazza meg, mi volt a politikai jelentősége annak, hogy kifejezetten a forrásokban szereplő útvonalokon lendítsék fel a közlekedést és a kereskedelmet. Tudjuk azt, hogy a balkáni befolyást mindegyik nagyhatalom elég jelentősen a zászlajára tűzte, és összességében mindenkinek az volt a célja, hogy minél nagyobb befolyást gyakoroljon a Balkán területére, ugye így az oroszok, illetőleg a monarchia is megtette ezeket a lépéseket, és hát itt kerültünk szembe, igazából érdekeink itt már nem voltak azonosak. A nyolcadik feladat a Horthy korszakhoz kapcsolódik, egy Vanga Béla nevezetű szerzetes író, újságíró, 1920-ban ír egy hosszú művet, mert annak idején valamikor kezembe volt ez még, és az akkori helyzetet, a tanácsköztárság utáni helyzetet próbálja meg elemezni, és ugye a legnagyobb pofon, amit kaptunk, ugye Trianon volt, tehát a Trianon utáni magyar, vagy a Trianon környéki Magyarország helyzetéről elmélkedik, és igazából elég sok érdekes dolgot leír. Itt is az az első kérdés, hogy mi az az esemény, amelyre a szerző az idézett forrás első bekezdésében utal. Hát ugye az van, hogy álmunkból fölriadva kérdezzük, lehetséges-e. Amit ugye annak idején így kérdeztük, az lényegében mindig Trianonról szólt. Utána nevezze meg azt a politikai eszmét, amelyet a szerző álszocializmusnak nevez. Ezt ugye úgy nevezi álszocializmusnak, hogy alapvetően rá lehet ismerni arra, hogy ez a marxista ideológia, tehát akár marxizmus, akár kommunizmus, akármit ide lehet írni, mint ideológia elfogadható. Az új ellenforradalmi vezetés mely intézkedése feleltethető meg a szöveg aláhúzott mondatának? Az aláhúzott mondat arról szól, hogy csak akkor lesz egy nemzeti reform Magyarországon erős, ha egy egészséges szociálpolitikát valósítunk meg. Itt a felsoroltak közül szociálpolitikai intézkedés egy van, hát vagy pontosabban legalábbis egy, ami fontos, nyugdíjbiztosítás bevezetése a teljes társadalom számára. Melyik állítás igaz az idézett forrás részlet szerzőjére? Hát alapvetően, ami erre egyértelműen igaz és látható ebből a szövegből, az, hogy nagyon fontosnak tartja a nacionalizmus eszméjét. Tehát abban a pillanatban a Trianonról szó esik valahol, akkor a nacionalizmusról is úgy szintén rögtön azért szó kell, hogy essen a magyar történelemben. Első világháborúval kapcsolatos a kilencedik feladat, a szerb királyságot Makacsul oltalmazza Ferenc József király ellen, azért szabadítja föl, azért pártolja, azért hizlalja föl balkáni népeket, hogy majd maga Konstantinápolyba beült, fölfalja őket. Egy budapesti hírlap cikk, 1914. augusztus 1, tehát a világháború kitörése, és természetesen az a nagyhatalom, akiről itt szólunk, a már előbb is említett, Balkánt igen fontosnak tartó Oroszország, tehát az orosz szárról van itt szó. Következőben véres csaták egész sorában verték meg a németek ennek az országnak a seregeit, leterítették hozzájuk a belgákat, és hogy a komikum sem hiányozzék, folytatja az idézetet. Ebből azért körülbelül meg lehet jelölni azt, hogy a következő nagyhatalom, akiről írnak, akiket a németek azért folyamatosan valóban több csatában is megvertek, hát azok franciák, vagy hát Franciaország, Napóleon utódai, ahogyha jól emlékszem, valahogy így van ebben a cikkben ez. Aztán van egy következő idézet, ez az ország negyedfél évtizede, szövetségben velünk és Németországgal,
és megszámlálhatatlan javait élvezte ennek a Frigynek. És most az álnok Anglia titkos ajánlatot tesz neki, hogy adjon módot a brit flottának az Adriai tengeren való operációra. Olaszországról beszélünk, arról az Olaszországról, aki 1882-ben belép a kettő szövetségbe, és így lesz hármas szövetség, azaz a központi hatalmak megalakulnak. Ez a következő kérdésnek felelet, hogy központi hatalmak. Azt mondja, hogy Németország újraegyesítésével kapcsolatos a következő dolog. Kivágnak egy részt Helmut Kohl beszédéből, ebből kérdeznek rá két dologra. A szöveg az, hogy az A-ra az a fejes válasz, hogy KGST, a második, a B pedig a Varsói szerződés lesz. Helmut Kohl, aki megfogalmazta ez a következő felelet, megfogalmazta Németország újraegyesítéshez vezető folyamat lépéseit, 1889. novemberében tette mindezt, ez is az egyik válasz, így jött össze a négy pont. 11. feladat Kádár korszakkal kapcsolatos. Hát van itt megint csak három szövegrész, az első egy pártbizottsági levél, amit egy gyászárószállási dolgozó, egy rendes kommunista, ahogy hívja magát, küldött be, hogy verik össze-vissza a népnevelő csoportok, a parasztokat, hogy lépjenek be a TSZ-be. A másikat Csák Gyula írja le, ugyanarról szól, hogy erőszakosan akarják beléptetni az embereket, mégpedig úgy, hogy aki nem lép be a termelőszövetkezetbe, annak a hozzátartozóit akár a gyárból is elbocsáthatják. A harmadik pedig Losonczy Pál beszédje, aki 1961-ben földművelési miniszter volt, majd később 67-től ugye hosszú ideig az elnöki tanács elnökeként látta el Magyarország államfői funkcióját. Kérdések, melyik állítás igaz a feladat összes forrására? Az van, hogy a források szerzői nem jelezték meg a kommunista ideológiát. Egyetlen egy nem írt arra, hogy ez lenne a hibás. A módszert, a TSZ-esítést, minden egyebet erőszakosnak ítélnek, de magát az ideológiát nem kérdőjelezik meg. Mely módszerekkel érték el a TSZ-be való belépést a források alapján? Hát kettőt kellene bekarikázni, az egyik nyilvánvaló módszer, hogy népnevelő csoportok fizikai erőszakot alkalmaztak, másik pedig, hogy akadályozták a rokonok előmenetelét. Ez szövegértési feladat volt lényegében. Fogalmazzon meg egy korabeli forrásokban megfelelő gazdasági érvet a TSZ-esítés mellett. Tehát itt a forrásokban ugye egyedül Losonczy Pál mondja azt, hogy mezőgazdaságunk fejlesztésére sokat fordít az állam, helyes, ha a technika, a gép, a műtrágya, a szakszerű vezetés találkozik a másikkal, a tagok jó munkakedvével, tehát körülbelül ez a válasz erre, hogy a szakszerűséget erősítik, és hát kell-e ez a tagok munkakedve. Következő 12. feladatban adnak egy diagramot, egy demográfiai diagramot, amely a 45 utáni élveszületések és a 45 utáni halálozások számát mutatja, és hát feltesz négy kérdést. Azt mondja, hogy az egyre inkább terjedő dohányzás, alkoholizmus és öngyilkosságok számának növekedése elkezdett hatást gyakorolni a népességi adatokra. Hát ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb lett ugye a halálozások száma azzal, hogy hát dohányzunk, meg iszunk, meg öngyilkosságok vannak. Ezért úgy gondolom, hogy talán a hármas feladat, amit ide lehetne írni. Azt talán biztosnak látom, hogy a szigorúan abortusztilalom és gyermektelenek megadóztatása éreztette hatását, az 1950-es években az egyes nyíl ábrázolja a legpontosabban. Csökkenni kezdett a népesség, nyilvánvaló akkor csökken a népesség, amikor az élveszületések száma, a halálozások, az elhalálozások száma halásüllyed. Ez egyértelmű, hogy akkor negatív a demográfiai mutató, tehát az ötöst írnám idebe, és egy nagy létszámú nemzedék tagjai váltak ekkor szülőkké, ugye a Ratkó korszak, ami 51-55 közé sorolható leginkább az akkor született gyermekek gyermekei, a 70-es évek elején, tehát a négyes
nyilat írnám be, váltak éppen szülőképessé, és innentől kezdve kezdett igen jelentősen növekedni a fogyása Magyarországnak. A következő része a középszintű érettségének a esszéírás. Egy rövid és egy hosszú esszét kellett írni a tanulóknak. A rövid esszék egyetemes történeti esszék, angol alkotmányos monarchia történetéről szól az egyik, a másik világháború kirobbanásáról. Ehhez kellett társítani egy olyan magyar történeti hosszú esszét, amely nem arról a korszakról szólt, amit kiválasztott, tehát az angol alkotmányos monarchiához jól lehetett kapcsolni a gazdasági rendszerváltást, illetőleg a második világháború kirobbanásához az Erdélyi Fejedelemség etnikai és vallási viszonyai című hosszú esszét. Tehát ezekről kellett a tanulóknak valójában számot adni. Ezekre a feladatokra készülnek, és úgy gondolom, hogy nem igazából különösen megterhelő számukra. Némi segítséget kaptak a dicsőséges forradalom után kiadott jognyilatkozatból van egy rész, amely lényegében az angol parlamentarizmus kezdetét, vagy leginkább a modern angol parlamentarizmus kezdetét jelzi, és hát ott innentől kezdve ez van. A második, vagy a következő kérdés ugye Lengyelország megtámadásának körülményeit kéri számon a tanulóktól. Hát itt sok mindent tanulnak, diplomáciailag különböző előzetes szövetségi rendszerek kialakításába, szerződések, gondolok ugye Molotov-Ribbentrop paktumra, egyebekre, tehát rövid eszébe ezt a gyerekek elég jól ki tudják fejteni. A Erdély témánál összességében azért úgy szintén elég gyakran hallják azt, hogy Erdély ebben az időszakban egy sok nemzetiségű terület volt, úgy szintén mind vallásilag, mind etnikailag, és hát ezt kellett két-három segítő apró kis szövegrésszel alátámasztani és megtenni. A következő és a másik, a végső kérdés pedig magyarországi rendszerváltozáshoz kapcsolódik. A gazdasági rendszerváltozásról kérdeznek, leginkább a külkereskedelem átalakítására kérdeznek ismételten rá. Van itt egy éves infláció alakulása 88-98 közötti időszakban, illetőleg a privatizációs bevételeknek a nagysága úgy szintén ugyanebben az első évtizedben. Ezt kell kidolgozniuk, azt hiszem, hogy mind a négyhez van annyi ismeretük a tanulóknak, hogy ezt megoldják és tisztességesen le tudják zárni az érettségit. Nem volt különösebben problémánk ezzel, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy olyan helyzet volt, mint a elmúlt években, tehát különösebb problémamentes középszintű történelmi érettségi. Bízom abban, hogy nem csak a mi tanulóinknak, hanem minden tanulónak sikerei lesznek.